Az elmúlt években folyamatosan emelkedtek az ingatlanok négyzetméter árai. Az építkezési kedvet pedig a 2016. január 1-jén bevezetett 5%-os lakásáfa is erősítette. A lakás áfa még 2016. január 1-jével csökkent, 27%-ról 5%-ra. A bejelentésben már akkor is kiemelte a kormány, hogy a kedvezmény átmeneti időszakra szól, 2019. december 31-ig. Varga Mihály tavaly nyáron megerősítette, hogy a kormány nem tervezi a dátum hosszabbítását. Az eredeti cél a családok támogatása volt, azonban egyre inkább az ingatlan befektetők célpontjává vált a kedvezményes áfa, véli a kormány. Végül annyit módosítottak a törvényen, hogy ahol 2018. november 1-jéig építési engedélyt szereztek, azokra az ingatlanokra még 2023. december 31-ig érvényes a kedvezmény. Az, hogy kifizeti majd a plusz költségeket, ha átcsúszik egy-egy beruházás 2020-ra, az a szerződésektől függ, hogy abban a vételár megállapítása bruttó módon, tehát az áfával növelt vételárral együtt, vagy pedig nettó módon, tehát nettó vételár plusz áfával történt. Szakportálok szerint sok építkezés a nagyfokú munkaerőhiány miatt csúszott meg az elmúlt években. A téma kapcsán a stúdióban köszöntöm a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei területi építészkamara elnökét, Vég Józsefet. Jó napot kívánok! A kedvezmény, ami volt és ami nem lesz, mit jelentett eddig? Mi, ugye két évről beszélgetünk tulajdonképpen. Mit tapasztalta? Hát ez a fajta 5%-os áfa, mint a normál 27%-ossal szembeni kedvezmény igazából hatalmas lendületet adott az elmúlt egy-két évben az építkezéseknek. Ez igaz a családi házépítőkre, még nagyobb mértékben igaz a társasházak világára, és ennek eredeti meghirdetésekor volt egy limitált lejárati ideje, ez 19 év végéig volt akkoriban ígérve, úgyhogy már a tavalyi év második felében, és még inkább most a év fordulójával érzékelhetővé vált az a feszültség, ami a kapacitások, a munkaerő lekötése, az anyagvásárlások kapcsán egyaránt megjelent. Igazából évvége fele a kormány tulajdonképpen tudomásom szerint az EVOSZ, tehát a Vállalkozók Országos Szövetsége mértékadó közbenjárásával foglalkozni kezdett ezzel a feszült helyzettel, és múlt év végén végül is közhírré tétetett, ha úgy tetszik, hogy a 2018. november 1-ig építési engedéllyel rendelkező projektek türelmi időt kapnak, és azt hiszem plusz 4 vagy plusz 5 év tulajdonképpen a befejezésig rendelkezésükre álló idő. Itt egy izgalmas kérdés azért fölmerül. A családi házak világában az egyszerű bejelentési eljárás, ahol nem kell építési engedélyt egyébként kérni, hogy ezeknek a világában hogy kell érteni ezt a dolgot. Én a kamara elnökeként próbáltam tájékozódni, és egy-két mértékadó helyről az a képem, hogy ebben az esetben viszont ugye ott az építési napló megkezdése, az elektronos e-naplónak hívjuk ezt, ennek a megkezdettsége állapota egyfajta mérföldkő. Az én mai tudásom szerint a feltöltött és megkezdett e-naplóval rendelkező építkezésekre az egyszerű bejelentésnél elvileg ugyanez a szabály vonatkozik, de mindenkinek javaslom, ennek mértékadó helyen nézzenek utána. Hát igen, de következő kérdésem az lett volna, hogy melyek azok a portálok, meg hát nyilván az önök szervezete, ugye oda kell fordulni, hogyha valaki tisztán szeretne látni. Nekem a családban is folyik egy ilyen családi házas építkezésem, úgyhogy ettől jóval bonyolultabb a helyzet. Igazából adott esetben a CSOP vagy az ÁFA szempontjából az a pénzintézet, a mértékadó nyilatkozó, azt merem mondani, amit komolyan lehet venni, vagy ha netán létezik néhány olyan tanácsadó is ebben a műfajban, aki mértéktartó tiszteletdíjért ellátja ezt a fajta konzulensi szerepet, és próbálja figyelemmel kísérni az egész adminisztrációt. De azt gondolom, hogy ki a CSOK kapcsán, akivel végül is szerződéses viszonyba került, igazából ne adjanak az én szavamra, csak azt vegyék ebből komolyan, hogy
amit én mondtam, várhatóan így kellene legyen, de ennek a megerősítését azért ott szerezzék meg, ahol érdemben ezt el is fogják bírálni, és adott esetben, ha ott nem fogadják el egy év múlva az ő áfás számláját, vagy egyéb gondok támadnak, akkor én nem fogok tudni ezért ugye helytelni. Hiszem, az én alatt értek bárki mást is, aki nem a szerződött oldalon. Azt hiszem, hogy most ez a téma, amiről beszélgetünk, ugye bátran mondhatjuk rá, hogy ezt azért rutinból nem lehet megválaszolni ezeket a helyzeteket, mert mindenkinek a helyzete, esete talán egyedi eset. Akár elbírálás tekintetében, akár hogy hová tartozik, milyen kedvezményt vehet igénybe, és talán a kilátásai is. Én abszolút egyetértek, tehát ezen a szinten, ahogy itt most beszélgetünk, nyilván az általános elveket, általános szabályokat meg tudjuk irányadó jelleggel mondani, de jogszerűen mindenki konkrétan ott tegyen pontot a saját problémája végére, ahol szerződött vagy szerződni kíván, esetleg ezután is léteznek, hiszen ezután is létezik azért a csok, és a világ úgy tűnik, hogy még mindig nem áll meg, hála Istennek. Egy bizonyos megközelítési szempontból tekintettük az elmúlt esztendőt és az azt megelőzőt építési kedvel kapcsolatosan, de most nézzük meg egy kicsit másképpen, hogy mit hozott 2018 például a négyzetméter árak tekintetében. Folyamatosan igyekeztem, ha nem is folyamatosan, de több alkalommal figyelemmel kísérni, hogy alakulnak a négyzetméter árak, elsősorban a társasházak világát lehet itt jól követni, hiszen akár az utcán járva is látunk mindenféle hirdetéseket, de egyéb szakmai folyóiratokban, időnként országos összehasonlításokban is nagyon érdekes dolgokat lehet látni. Itt a ma reggel is ránéztem éppen a Nyíregyházán valamelyik hétvégi hirdető újságra. Itt éppen 380 ezer forintos négyzetméter áron kínált valaki társasházakat. 320 ér is láttam már. Az egy biztos, hogy a emelkedő trend, úgy ítéljük meg a szakmába, vagy úgy véljük, hogy a dinamikája a drágulásnak lassulóban van, vagy lassulni fog, de hogy tovább emelkednek az árak, az továbbra sem kérdés. Itt a mi térségünkben például a BMW hatalmas építkezése itt áll a küszöbön, és regionális hatásokkal fog jelentkezni, abban teljesen biztosak vagyunk. A Nyíregyházán a 400 felé tendáló árak, Debrecenben inkább 500 felé tendálnak manapság, és ez ennek további emelkedése várható, de hogy a legrémítőbbet is mondjam. Budapesten a belvárosi kerületekben az ottani lakásárak 1 millió forint körül vannak és ott álltak be. Ez nem jelenti azt, hogy a tizen kezdetű kerületekben adott esetben ne lehessen mondjuk 500 ezer forint körül is vásárolni Budapesten, de nagyon nagy a szórás. Egyébként pedig az egyéb ilyen prosperáló ipari régióink, Győr környéke, Kecskemét környéke, tehát az Észak-Dunántúl és a többi, ezek viszik a prímet, és hát azért a megyeszékhelyek mindenütt erősebb árszintet diktálnak. Hogyan lehet azt megfogalmazni most erre az esztendőre tekintve, előre tekintve? Van-e kedv? Lesz-e kedv? Nem cégszerűen gondolom, hanem magánembernek lesz-e kedve építkezni, vagy hagyatkozik azokra, akik ezt cégszerűen csinálják, és produkálnak ilyen árakat? Valaha ilyen baráti társaságokban egy ilyen jelzéssel, hogy nincs kedvem valami, az így szokták mutatni, és szerintem még mindig megérti, akinek ilyen viccet mutatok. Tehát nyilván az építő anyagok drágulása, a munkadíjak drágulása továbbra is ebben az évben is folytatódik, vagy ha az ütemet mondom inkább, hogy úgy gondoljuk a szakmában, hogy egy mérséklődő növekedés korszakába léptünk, ettől még tovább növekednek az árak ilyen szempontból, és ez azt jelenti, hogy egyenlőre időnként még anyagellátási nehézségekkel is bírtunk az elmúlt év végi tapasztalatok kapcsán, és konkrétan adott esetben egy családi ház építő, aki nagyon gyakran nem egy generál vállalkozó kezébe adja az építkezés sorsát, hanem talán megspórolandó, aztán jó vagy rossz sikerül, de 5-6-8-10 kinek hogy sikerül, mesterrel szerződve szétszedik a kivitelezést, és így oldódik meg ennek az egésznek a sora. Mivel sok az ilyen illesztési pont, ettől kezdve, ha sok mesterrel és vállalkozóval dolgozunk,
a munkaerő vagy a kapacitás hiány miatt ezeknek az egymást követő munkába állása nagyon sokszor csúszik, sokat kell várni, ez az egész folyamatot jobban elhúzza, mint ahogy valaha szerettük volna. Azt szoktam mondani, hogy korábbi években lehet, hogy néhány hetet kellett várni egy jó tervezőre, vagy egy jó kivitelezőre, ma nagyon gyakran inkább hónapokat kell várni. Most keresek egy burkolót, és azt mondja, hogy május, június, vagy a nyár végére tud valamit vállalni, stb., hogy addig fel van töltve, de ugyanez még a kőművesmesterekre is igaz. Én azt gondolom, kapcsolatom van egy-két ilyen fajta vállalkozóval, ez az év még mindig jól fordul. A részben a szakmai becslések, banki, pénzügyi előirányzatok vagy előrejelzések alapján viszont ennek az évnek csökkenő tendenciájú, tehát továbbra is emelkedő teljesítménnyel számolunk, a GDP, az építőipar teljesítménye, stb., de az előző év az egy kiugróan csúcs évnek minősül, ehhez képest lassuló növekedés, vagy lassuló további fejlődés várható 2019-ben. Elnök úr, köszönöm szépen a tájékoztatást. Én köszönöm a lehetőséget.